Would you please welcome Ruthless James Richardson? Mérkőzés lesz mindenféle szempontból, ugye kíváncsian várjuk, hogy Suzuki mire képes férfi versenyzővel szemben, Richardson ellen egyfelől, másrészt pedig én nagyon kíváncsi vagyok majd a közönség reakciójára, mert ha most ugye Richardson nem angol lenne, akkor nyilvánvalóan Suzuki mellett lenne a közönség. Hát igen, ez egy nagyon furcsa helyzet nyilván, de én azt gondolom, hogy jobb, ha hozzászokunk ehhez, mint ahogy a játékosok is egyre jobb, ha hozzászoknak ehhez a helyzethez, hiszen azért ezt úgy látom és úgy veszem észre, hogy ez nyilván nem egy ilyen hirtelen ötletből jött dolog lesz a PDC-nél, tehát minimum ez szerintem meg fog maradni ez a rendszer. Aztán majd bízunk benne, hogy a könyörtelen Richards a vece neve alapján azért némileg majd inkább lesz egy nagyon jó játékot produkáló kedves vendéglátója a japán jönnek, aki egyébként teszem hozzá elég sokat megfordul Európában. Én azt gondolom, hogy az ázsiai játékosok nagy részének egyébként akkor van jövője a profi dartsban, hogyha átteszik a székhelyüket Európára, hiszen azért nem olyan egyszerű onnan utazgatni, és az ottani sorozatról is mondjuk nem jutnak be túl sokan, ugye az Ázsia túrról ugyan be lehet jutni a VB-re, de az még mindig nagyon kevés ahhoz, hogy valaki stabilan jó profi játékos legyen, illetve hát Suzuki szempontjából ugye még a BDO női versenyek nagy része is Európában van, tehát de ahogy nézem ott a szponzort, a pólóján, pont ugyanahhoz a menedzserirodához tartozik, ahová Rob Cross is, úgyhogy azért nyilvánvalóan látják benne a marketing értéket. Az egyébként sokat segít rajta, hogy pálcikával eszik. Mármint kicsoda? Suzuki. Ja? Nem tudom, hát... Igen, látod? Kezd. Sokat segít. Igen, már is vezet egyébként. 80 pont. Nagy ováció volt, hogy megdobta az első tripla húszat. Honnan tudod, hogy pálcikával eszik-e? Ki tudja már, mi van ott Japánban, olyan messze van. Főleg, hogy azt mondod, hogy sokat van Európában. Na ez az. Ajha, oda néz. Bizonyám, hát a közönség igencsak szimpatizál hogy... vele. Igen, azért ő már megvillantott ezt azt a férfi mezőnyben is, mondom, mert azért a Grand Slam-en igen jó játékot produkált. Meg a VB-n is, tehát azért ott sem volt könnyűen megnyerni azt a világbajnoki címet. Komoly
játékot kell produkálnia. Richardson jól hozza most a triplákat. 180! Ez bizony a legjobb ütemben sikerült. De kár érte. Ez nem volt jó. Hát ez nem az ő legje volt, tehát itt nagyon nagy bravúr lett volna, hogyha ezt itt elsőre behúzza. Richardson pedig nagyon szépen hozza. Egy 14 nyilassal kezd Richardson első pályára, tehát 4 körös kellett volna dobni a Suzuki-nak ahhoz, hogy ezt le tudja győzni. Itt inkább ezek a kezdések, amikre jobban oda kell koncentrálni a japán hölgynek. Vagy egyes. 41. Hát ugye ő nekik is ez az első találkozójuk. Nagyon szép 140-es. 3-16-ra megy le Suzuki. És nem jön tripla Richardsonnak. Jók az esélyei most Suzuki-nak nagyon. Azért kár. Az benne van pont a csücsökben. 70 pont. Két szektor hiba. Az előny így is megvan. 140-nel szépen kapaszkodhatna Richardson. 81. Jön a tripla a Suzuki-nál. 100-as, 146 marad, de kiszállón van. Hát, hogy triplának ennyire örül a közönség, mi lesz, ha kiszáll? Egyesbe megy el. Na nézzük azt a 146-ot. Jön a tripla. Van a tripla. Tripla 18. Nem, a 20-asra ment rá. 85 pont, 70 marad. Arra rá fog dobni a 70-re, az biztos. 99. Na most! Sima 20, megvan, és a dupla 20. Nincs meg, de 140 az azért komoly kihívás Richardsonnak, tehát még nincs veszve teljes egészében Suzuki számára a leg. Főleg így. Úgyhogy most van 3 nyila dupla 10-re. Egyelőre nincs meg. És megdobja! A második nyillal, 1-1. Óriási a közönség. De ezért nem jó a helyzet Richardson számára. Ezt mondtam, hogy ezzel meg kell birkózni egy ilyen helyzetben a játékosnak, és akárhonnan nézzük, azért ezt nem könnyű feldolgozni. És tényleg ezen át kell, túl kell lépnie Richardsonnak, hogy tudja hozni a saját játékát. Az nem jó. Jön a tripla 20. De csak egy triplás kör volt. Az jó. Jön még egy. Nem, százas. Százas. Jó, ezt most kihasználhatja Suzuki. Éppen, hogy fölötte egy picivel csak, az már jó helyen van. Ó, hát ez könnyen lehetett volna 180, mert nagyon-nagyon picivel ment a kettő fölé. Szektor téveszt Richardson, kétszer is egymás után. És megint egy picivel dobja csak fölé. Na, a harmadikkal betalál a triplába. 151.
De sokkal kedvezőbb lett Richardson kiszállója így, hogy jönnek a triplák. 180! Bizony, egy pillanat alatt megváltozott a helyzet. De, na de jön az 51. Az is megvan, és a dupla 20! Azt a mindenét! Na tessék, aki azt mondja, hogy a hölgyek nem játszanak jól. Óriási a közönség, hihetetlen. Szenzációs, micsoda öröm, mint a 9 nyilas dobott volna. De akkor gyönyörű, 151-es kiszálló az önmagában is nagyon szép. Fú. A majdnem 9 nyilas feeling volt ez most. Nagyon szép kiszálló. Amúgy is minden két triplás gyönyörű. És mindig annyira közel vannak a nyilai a tripla 20-hoz. Igen. Na most beleerősít, belehúz Richardson, 140. Elfogyott az előnye Suzuki-nak. Igen. De ő is dobja a triplákat. Aj, megint jó helyre ment pedig. Lett. Nézzük Richardson. Jó a tripla. Fölött egy picivel. 140. Lemegy 87-re. Jön a tripla ott is. 140! 114, jó játszik. Az előző kiszálló miatt nem nyugodhat meg Richardson. 87-ről megvan az 51! Dupla 18, bedobja! De gyönyörű játék! Csak úgy mondanám, ez egy 11 nyilas leg volt Richardsontól hátsó pályáról. Elképesztő jó kis meccs. 88-os átlagon Suzuki. Hú, de rosszul kezd. 14 nyíl, 11 nyíl Richardsontól és 20 és 15 Suzukitól. És megint, hát egybe ment. És nézd meg, most aztán tényleg ráközelítettek, hogy milliméternek híja volt csak. Hát mondjuk ez sokszor így van a dartsban, de valóban. És 140 Richardsontól. Ajaj, most benne van a triplában, csak másik szektorban. 43. Az jó helyen. 78. Százas. Egyes dobott Richardson. És megint egy egyest. Itt a nagy lehetőség, Suzuki előtt egyből föl is élett a közönség. Megvan a tripla. Olyan tripla! 134! Lemegy 124-re Suzuki hátsó pályáról. Richardsonnak meg nem jön a tripla, és megvegy 41-et 160-ra hagyja Richardsonnak. Megvan a tripla! 64-re, 14! Megvan, az is megvan! Dupla 11! Tudod, hisz, hogy emelkednek a nézők? Nézd a hátteret is! A minden itt neki! Gyönyörű lett volna! Hát, ha csak nem csinál Richardson nagy bravúrt még, akkor lesz lehetősége dupla 11-re dobni, de a tripla 20 megvan, és a második alá megy! 100 pont! Dupla újra. 11 Suzukinak! 16. nyillal! Az mellette. Most kell óvatosan dobnia. Na most már nem kell már óvatosan, csak beledobni elvileg. Nem sikerül. A kiszállót. Richardson nagy szerencséje ez most. És kiszállhat. Megvan a 20, dupla 20, a két nyila van. Az nagyos be is takar, belógott neki, nagyon ki kell állni a oldalra. És bedobja onnan, te jó ég. Hova ki kellett állnia?
Ha most már egyértelműen látszik, hogy bizony a közönség nem Richardsonnal van, és Richardsonnak ez nagyon nem is tetszik. Meg lehet érteni valahol. Na meglátjuk szünet után, hú, hogy hol folytatják. De jó kis szett volt. Na tehát, két meccsen túl vagyunk. Justicia legyőzte Monkot 3-0-ra. Aztán egy, hát azt kell, hogy mondjam, hogy végső kiélezett mérkőzés következett ezután, amelyen végül is győzni tudott Beg is, az amerikai, és hát most benne vagyunk a Richardson-Suzuki mérkőzésben. Igen. Elképesztő jó kis szettet produkáltak egyébként, és Suzuki igazolja azt, amit azt hiszem nagyon sokszor mondtunk róla, és azt a jó hírét, ami miatt ő világbajnok lett a BDO-nál. Egyébként Japánban is roppan népszerű játékos. 140. .361-re most nem jön a sima mellett a tripla, de az utolsó nyíl megvan. Százas Suzuki-tól, de most azért előnyben van Richardson. Egyes dobott. 43. Szerintem az sima, de az utolsó megvan, csak nem kiszálló. Azért számolni lehetett volna egy picit. Suzuki kisasszony. Mert így azért... Lehet, hogy elveszteget egy kört. Na most kell a nagy kerekítő. Milyen pici hiányzik. Tényleg mindig a triplához. Nagyon szépen dob egyébként, és nagyon ott van a... Na most figyeljük akkor, hát jobb kiszállója van Richardsonnak, mint Suzukinak. Megvan a tripla! Az is! Na nézzük a dupla 16-ot! Ó! Oh, jól láttam, hogy kinézett a kijelzőre előtte. Elissa, mit ír? Most elírták neki, vagy? De viszont bedobja a kiszállott Richardson, innentől kezdve teljesen mindegy, hogy mi történt. Nagyon csalódott szegény. Szerintem csak a kijelzőt írták el, mert egyébként 16-ja maradt. Egyes. Nem látta hirtelen Rasbray, hogy hol van tripla 20-ban, vagy a tripla 1-ben a harmadik nyíl. Hát igen, a kiszállókkal vannak itt komoly gondok Suzuki esetében. A Richardsonnál viszont egy szár sem, mert 80%-os kiszállózás az nagyon-nagyon jó. Százas. Egyes. Van a 81. Ott a tripla. Az is benne van. 140. Bizony. Hát mert mindig van egy szektorhibája Richardsonnak mostanában minden egyes körben, de most aztán Suzukinak is. És jött egy tripla lent.
Turns require 158. 50. Ez is minimálisan. 60 a dobott csak Richardson. Nincs meg a tripla, 19. Sima 19 ez is. És aztán egy tripla 20. Na, most érdekes a dolog. Bizonyán, mert 98-ról ki kell szállni a Richardsonnak. Kezdésből kell a tripla. Nem találja el, így biztosan rá fog dobni a dupla 14-re. Suzuki. Itt az esély, hogy brékelje Suzuki. Áj. Ó, megint jó közel vannak a duplához, de nem benne. Egyszerűen a kiszállókon elmennek a legek Suzukinak. Miközben 80%-kal kiszállózik Richardson. Csak 17%-kal Suzuki. És Schuer, hogyha dupla 23 nyíra. Hát ez most már nagy lehetőség a japán előtt. Hát kell menni a hetesre. És besokkal. A szektort kész. Hát ez szegény. Még mindig szenved vele Richardson. Még mindig. És most dobja be, 6 nyíl kellett. 2-0-ra vezet. Suzuki most csak saját magát hibáztathatja, mert ott volt a lehetőség. Többször is, hogy egyenlítsen a szedben. Kezd egy egyessel. Ő is egy egyessel kezd. Hú, ez egy szektorhiba, elég csúnyán mellé ment az ötösbe. Most egy kicsit a tömegbe is visszaesett a játéka, igen. Több nyilat dobott el kiszáról egyébként, mint Richardson, 14-et, de mindössze 2 sikeres volt. Miközben 11 kísérletből 5 találat Richardsonnál. Hihetetlen, hogy minden körben az az egyes az bevillan, de most már nem csak Richardsonnál, hanem Suzukinál is. Most mélyponton van Suzuki, most nagyon gyenge köröket dobál. 140 ezzel szemben Richardsonnál. Százas. Legalább még egy tripla kellett volna neki. Ez is egy százas. 121-es kiszállója van Richardsonnak. Milyen kiszállója lesz vajon Suzukinak? Jobb kiszállója van. Bizony. 84 ponton marad. Nézzük Richardson 121-re a szettért. Megvan 11 vagy tripla. És a bull! Az nagyon egy ötösbe, az nagyon mellé ment. Hát most megint ugye az van, hogy meglátjuk a duplára, ha eljut odáig. A bullra kellett dobni, de az sem sikerült. De ez tényleg 45. Nagyon közel volt. És bedobja a dupla 10-et a szentért. Ez simán megnyerte Richardson, igen, de annak köszönhető, hogy Suzuki rettenetesen sokat rontott duplára. 13% az nagyon gyenge kiszállózás, ennél több kell. 2-0-ra vezette át Richardson. No hát... Második szettet jóval könnyebben nyerte meg Richardson, mint az elsőt. És amíg gyorsan itt nem térnek vissza,
hagy mondjam el a mai nyereményjátékunkat, amelynek kérdése az, hogy melyik évben nyert Michael Smith PDC Youth világbajnoki címet. Tehát egy évszámot kell elküldeni a PDC nyereményjatek@gmail.com e-mail címre. Holnap 12 óráig várjuk a megfejtéseket. Kettő darab jegyet lehet nyerni a Hungarian Darts Trophy-ra, ami az első PDC hivatalos torna lesz Magyarországon. A European Tour sorozat keretein belül május 8 és 10-e között. Erre az eseményre egyébként az oldalunkon lehet információkat találni, illetve a Darts Palota oldalon, ahol jegyet is lehet vásárolni, személyesen is, nem csak online. Ezen kívül darts táblát lehet nyerni minden nap, és egy havi dárcozási lehetőséget egy budapesti darts klubnak a felajánlásából. Úgyhogy várjuk a megfejtéseket, és minden nap sorsolás. A délután folyamán nem tudunk pontos időpontot mondani, akkor kerülnek ki a nyertesek. Az biztos, hogy délben zárjuk le a beküldésnye, a válaszbeküldéseket. És akkor folytatódik a találkozó, és meglátjuk, hogy a japán hő tudja rendezni a gondolatait, és tudja folytatni a játékot. Szépen le van már amortizálva ott a tripla 20 környéke. 140. 140-et dobat nem is figyeltem. 100-as. Megint csak a hétfő esti programot látjuk ott a bal alsó sarokban. Azért ez a Gary Anderson Dalen mérkőzés igen jónak ígérkezik. Na, Suzuki a 161-re. James requires 64. Kezdésből 64-re Richardson. Megvan a tripla, két nyila van duplára, és bedobja elsőre. És már nagyon magabiztossá vált. Tripla 19. Ó, tripla 5-be elmegy a második nyíl. 55. Egyre magabiztosabban játszik Richardson, hát, miközben egyre inkább gyengébben Suzuki. Kezdeti állapotokat egy kicsit és már uralja. Tizenkilencesre kezd, ami jó kell egy tripla 170-hez, nem sikerül, de még is komoly előnye van, hiszen hátsó pályáról már 200 pont környékére ért le. Suzukinak most már nem nagyon jönnek a triplák, ami a mérkőzés elején még szépen beesett neki oda. És ugye amiről beszéltünk, hogy nagyon közel dobta a nyilakat a triplához, még ha nem is jött a tripla, most, igen, most egyáltalán nem jellemző ez. Hopp, ezt most Richardson is elkönnyelműsködte egy kicsit, de kiszállóra hagyta magát legalább. Ó, oh, még pekes is. Csak 40. Kiszálló a Richardson. Kilencven marad ezzel a 74-jel.
kell a tripla kiszállóhoz. Nincs tripla. 90 pontra Richardson. Az 7-es volt, akkor 66 pontja van most. Tripla 10. Ez megoldás lehet. Így 56 marad. Nagyon aládobja mind a kettőt. Sőt, mind a hármat. 141 a maradék. Megvan a 16, dupla 20-ra, 2. Elsőre bedobja, 2-0. Egy leg kell Richardsonnak, hogy Suzukit búcsúztassa. Itt az a bizonyos tényező, amiről beszéltünk, 13%-os kiszállózás. Hát ez nagyon gyengécske, és ez most már rányomja a bélyegét a játékára. 100-as. Egyes. Két darab egyes. 22. Itt jött a tripla. Száznegyvenes szép volt. Na de nem tréfálám, Richardson. 180! Százas. Százassal lemegy 161-re. Suzuki. Megint egy egyes. 178. Mind a kettő 161-el kell, hogy próbálkozzanak. A Suzukinak már nem lesz meg. Egy százassal lemegy 61-re, nézzük Richardson a meccsért. Nincs meg a tripla. 124. Ez nem az igazi, mert 100 fölött maradt. 56 pont az ötösben, az első nyíl. Na nézzük azt a duplát. Bebedbia! A dupla 20-at, egy. Ezt megvan korábban is így kellett volna Suzukinak. Kiszállózni? Igen. Na most már lehet, hogy is kicsit kiengedett a görcsből. Az első szedben komoly előnye volt. Két tripla jön. 140. Nem nagyon szeretné, hogyha döntő legig elmennének. Nagyon úgy néz ki, hogy itt pillanatokon belül vége lesz ennek a meccsnek. Igen, most elkapta a fonalat Richardson is. De úgy látszik, hogy Suzuki is. 180! Na mégis izgalmassá teszi. Az első neki ezen a mérkőzésen, meg a világbajnokságon, meg úgy PDC világbajnokságon. 2-18-ra mit fog tudni alkotni? A triplát dobna azért, akkor az nem ártana. És be is dobja a százat. Richardson hátsó pályáról 161-re kiszállhat. Így viszont marad a kerekítés lehetősége. 96 a maradék. 118-ra Suzuki. 18-as megvan, tripla 20. Az is megvan, és a dupla 20. Azt a mindenit, de közel volt ez is. Nincs meg az egyenlítés. Meg volt az ütem. Kell a tripla. Az megvan, dupla 8 a meccsért. És nem találja el.
Na, 2-2-re módosíthatja ezt a szettet Suzuki, aki száll. Bedobja! 2-2! Japán szurkolók, és fogalmam sincs milyenek, de biztos nem ázsiaiak. Százas. De nagyon örültek. Skandálják a nevét nagyon Suzukinak a háttérben. 135. Hát jó kezdett hátsó pályáról. Két triplával. Richardson most szépen. 140. Bedobja is a két triplát. Nagyon szép játék. Az is jó. 135-öt dob. Még egyszer. Milyen bleget produkálnak. Jó dob Richardson is, nagyon. Nagyon jól dobnak most ebben a legben. Most kár, hogy mindjárt vége lesz valószínűleg. Ha csak nem dob megint Suzuki nagyot. Nem számol, Istenem, miért nem számol? Százas. De bedobja a százat. Elképesztő. Nem jön. 88. Na, megcsinálja az extrát vajon Suzuki. 86-ra maradt Richardson. Így már nem lesz kiszállod, de le tud kerekíteni. Be, az megvan. Sima 19 vagy 11. 51-ed van. Bedobja a 11-et. 40-re maradt Suzuki. Ki kell szállni a Richardsonnak. Na, nézzük, hogy sikerül. 18 vagy tripla 18. És a Bull! Nem dobja el! Újabb meccs nyíl, nincs meg. Dupla 20! Hát, óriási. Lenne, még egy szettet tolnának. Dupla 10! Dupla! Most üti meg a kuta Richardsont, azt hiszem. Hát 2-0-ra vezetett. Jó, rá is közelített a rendező most az arcára. Igen. Hát ezt honnan hozta vissza? Szerintem azt hitte, hogy megvan ez. Hát ez szerintem két mesnyira volt is 10 rá. 10 emberből 9 azt hitte, hogy megvan. És nézzük meg, magára talál Suzuki. Százas. Közben jött egy kérdés Bálintól, hogy szerintünk a közeljövőben mennyi esély van rá, hogy egyre több kiemelkedésű, kiemelt tudású női versenyzőt láthassunk a világbajnokságon. Hát amíg ez a szisztéma marad, addig kettőnél nagyon sokkal többet nem fogunk látni, kivéve, hogyha, és ami szerintem igazából a jó képességű, jó tudású női játékosoknak az útja lenne, az az, amit már egyébként elkezdtek egy páran a BDO-s hölgyek közül, közben itt Richardson egy 121-jel, egész egyszerűen el kell kezdeni járniuk, egyrészt meg kell próbálni nyilván ugye a Q-School-on kártyát szerezniük, mert az lenne a feltétele annak, hogy elindulhassanak a Challenge Touron. A Challenge Tour az a versenysorozat a PDC-nek, ahol ugye azok a játékosok játszhatnak, akiknek nincsen Pro Tour kártyája, 140, és ha ott edződnek egy kicsit, sőt, hogyha jó eredményeket érnek el, akkor akár a Challenge Tour ranglista alapján is bejuthatnak. Én azt gondolom, hogy pár éven belül ez lenne az útja ezeknek a játékosoknak. 140. És akkor lehetne az, hogy egyre több hölgyjátékost látnak, és akár olyan hölgyjátékost is, aki nem feltétlenül a női kvalifikációba kerül be, hanem akár mondjuk egy Pro Tour ranglistáról. Na nézzük Suzuki. Na, lássuk azt a 80-at, hogy sikerül-e kidobni. Megvan a 20-as és a dupla 20. Bedobja! Ezt is bedobja. Jelentősen följavult a kiszállózás, és egyből mennyivel szorosabb lett a mérkőzés. 15 nyilas leg volt ez. 85,2-es átlagon Suzuki. Richardson 86,8. És úgy van 87 körüli ponton a 140. Az átlag a James Richardsonnak, hogy 44% fölött kiszállózik, tehát kell az extra kiszállózás neki, hogy jó legyen az átlaga. És roppant kínos a helyzet Richardson számára, hiszen saját közönsége ellene van, és abszolút Suzuki mellett szurkol. Hát és onnan tudjuk, hogy a sajátja-e.
Hát nem biztos, hogy csak angolokból áll az, aki biztos nyilván többségben vannak, de épp itt beszéltem valakivel a cseten, hogy nem, lehet, hogy valami velszi megszállás alá került az Ellipelli, és azért szurkolnak az angolok. Ó, az mellé ment, de legalább így már nem tripla. Lesz kiszálló. 95, gyönyörű, de nem kiszálló. Jön a tripla. Jön ám bizony. Azt épp, hogy egy fölötte, picit fölötte. 140 még mindig jó Richardsonnak. 100-as. Az se rossz. Biztosan rá fog dobni a 104-re. Suzuki mire teszi le magát? Az nagy kellene kérdés. Nagyon egy tripla neki. Nem jött, itt 100 fölött van. 104, Richardson. Még mindig jó a tripla 20. Húha! Hú, mekkora szektor hiba, és az is! A 79 nem talált el a 39-et. Marad a 67, 106-ra. Megvan a tripla! 10-es 6-os szektor. Bedobja a 6-os, dupla 20. Bedobja a 2-0 Suzuki-nak. Honnan él, jön vissza Suzuki. Második 100 fölötti kiszállója. És ő kezd. És közben Richardsonnak nincs is 100 fölötti egyébként, de 140-es kezdés. Hozta mindenit. Micsoda válasz Richardsontól, gyönyörű. Százas, azért itt is jött egy tripla. Na nézzük Richardson folytatását. Az is gyönyörű, jó. A negyedik megvan. Az ötödik is. Is benne. De kár, hatodik az lemegy. Óriási csata, nagyon nagy meccs. És azt azért a nagy Suzuki szurkolásban szeretett volna a közönség látni egy 9-nyilas Richardson. Igen, azt azért nem utasították volna el. És a 13%-ról már is 32-re fölugrott Suzuki kiszállózása egyébként. És itt megint az a helyzet, hogy egy leget még biztosan kezdeni fog Suzuki ebben a szetben. 60-as. Tehát ha ez most nem is sikerült, egy kezdésből esélye van. 11. nyíllal rádobott a duplára. Nincs meg! Nincs meg. 156, semmi sem lehetetlen. Két tripla 20, dupla 18. Így az már nincs meg. Százas, 56 marad. Ha a hármas. És nincs meg! Elképesztő! Megvan a 16-os, dupla 20, az alatta, dupla 10, a szettért Suzuki és az egyenlítésért. Nem dobja be! Na nézzük a dupla 1, hogy sikerül a dupla 1. Az sincs meg! Én most bedobja! Hú, hogy néz ki a közönségre! James first. Könyörtelenül néz ki. És igen, különleges kezd. Mérkőzés. Az, hát amit vártunk tőle, bár úgy tűnt a harmadik szedben, hogy kicsit leül Suzuki játék, ami meg is történt, de aztán újra erőre kapott, na csak kinyögtem. Csak most ahogy megint ugyanezt történjen, mint igen, akkor. Igen. Azért benne van a pakliban. Egy százas. Egy százassal. Ott a tripla. Még egy. Ezt le fogja dobni talán. Nem,
és bevállalja! 180! Óriási! Hát nem tudom, hogy most elgondolkodnak-e azok, akik azt mondták, hogy nincs létjogosultsága a hölgyeknek, mert sajnos rengeteg ilyen buta kommentet olvasok, már elnézést, hogy ezt mondom. Hiszen ez a hölgy most bizonyítja, hogy igenis helye van a hölgyeknek itt ebben a mezőnyben. Senkitől nem veszik el a helyet. Szenzációs kis meccset produkálnak itt nekünk Richardsonnal. És ebben na, benne van minden tényező, ami egy ilyen meccsben benne ott lehet. A tripla, ott a tripla! Lekerekít vajon? De még jó lehet a 140. Meg is meg van! Meg 70-61! 145 Richardson! Ez nem hihetetlen. Könnyű kiszálló! Nem is lesz meg! A Bull az gyönyörű volt a végére. 76! Na megdobja a triplát! Nem dobja be! Egy nyila lehet. Megvan a 16-os. És megdobja, és megnyeri a szettet. 2-2. Oda néz azt a tekintetet Richardsonnál. Igen. Hát erre nem gondolt. Kilencvenhatos kezdés Richardsonnál. Ó, ilyen megy az ötösbe az első nyíl a Suzuki-nak. Na, az hol van? Nem látom. 45? Az. Akkor két sima 20-as volt. Most Richardson nagyon bedűödött. Oda néz azt 140. A fejét. Jön a tripla. Az alatta. Az már jó, 140! Elmegy a hetesbe Richardson, és aztán nem jön tripla másodikra, harmadikra sem jön. Itt sem jön, de már igen. Százas! Százas. Jön a tripla 20, újabb jön! 165! Az igen, 165-40-re leteszi magát. Gyönyörű játék. Első pályáról. 60-as, és akkor most megnyerheti ezt a leget Richardson. És elrontja meg a szektort is. Dob egy egyest. Nem tud megküzdeni ezzel, hogy a közönség nem igazán mögötte áll. Most már a színpadon lévők testi épségére való tekintettel lehet, hogy Richardsonnak kéne nyernie, mert szét fogod szedni mindent. És nem találja a szektort sem. Elrontja, legyint rá Richardson, teljesen kész van. Igen, abszolút. Oh, az nagyon mellé, de még a tripla 17 jó lehet. Nincs nem találja el. Na de most nézzük Richardson, szenvedem még ezzel a dupla négyel egy darabig. Dupla 2! Nem jön be! Hihetetlen! Hú! Hát most egy vérnyomás mérőt rákötnének, szerintem... Az kiakadna. Az, nincs az a mértékegység. Dupla 16! És megdobja és vezet Suzuki, ráadásul egy brékleggel. Úristen, Richardson mekkora hibát követel azzal, hogy ilyen szenzációs játék, hogy lerakja magát 12 nyíl a 40-re, és utána ezzel foglalkozik, és düböl játszik. Nem sikerül neki túltennie magát ezen a helyzeten. Igen, abszolút ez Suzuki... jó megfogalmazás. Azt hiszem, hogy iszonyatos indulatok igen, kavarognak benne. Igen, látszik rajta, hogy indulatosan játszik, és az borzasztóan veszélyes. Az érzelmek elragadják az embert a dárcozás közben. Márpedig ő rajta semmi más nem látok, csak az, hogy düböl játszik. Elrontja a másodikat. Suzuki, nézzük a harmadikkal. Mit kezd? Nem jön tripla.
akármi is lesz ennek a vége, nagyon emlékezetes mérkőzés marad. Most nagyon komoly esélye van Richardsonnak, hogy visszabrékeljen. Ez egy százas. Most jön a tripla, két tripla, 140. Százast. Száz fölötti. Ez is, az is. Na most visszaszerezheti a előbb elvesztett breakleget Richardson. Az egy 25-ös. 59 a maradék. Az meg jó a tripla. 77-re. Jön az 57. Oh, 26-ra adja magát. Na azért ott a teher, igen, csak Richardson, a két tilt dupla úszra, nem dobja be! Jézus Mária, ez hihetetlen! Dupla 13, hát már fogják a fejüket páron. Olyan rontja a szektor! Dupla 7! Na, most jön a matek. Láttad a kijelzőt, nézte, hogy mi újság. Nem jó még, és még egy nyila van. Nagyon közel. És nem sikerül belépni a duplát, micsoda lehetőség volt. Hát ez volt nagyon Suzuki-nak. Nagy lehetőség volt. És most Richardson bedobja össze! Fú! Ilyen meccset! Nagyon komoly egy, fordulatok egy, vannak egy. Itt. Derek James to throw first, game on! És jön a tripla! És egy egyes is. Közelíti már, de nem talál bele. Jön a tripla megint. De megint jött egy szektorhiba. Ott is egy szektorhiba kezdésnek, de aztán egy tripla húz. 81. Hoj, megint egy szektorhiba Richardsonnak. Sima 20-as. Csak 21, 41-et dob csak. Az átlagok. Picit fölötte, az már jó. Nézzük a harmadikat, 140, megint bajban van Richardson. És tudod mi a durva, hogy az izgulás legkisebb jelét nem látom Suzuki-n. Abszolút, tehát tényleg a japánokra jellemző fegyelmezettséget látni rajta. Abszolút, és amikor egy pár körre elveszti a fonalat, utána is brilliánsan össze tudja szedni magát, míg Richardsonnál jönnek a jó körök néha, de el tud gurulni a gyógyszere megint, hogyha valamit hibázik. Ez csak 60. Hiányzott belőle nagyon egy tripla. Na most jöhet egy jó kerekítő. 140? 100-as, 113, 160. Suzuki 160-ra. Nincs tripla, nincs kiszálló. Igen, de fontos, hogy lerakja magát alacsonyabbra. Nem dob triplát. 100-ra marad. 113 Richardsonnak kell egy tripla. Lemegy 19-esre. 94, tripla 18, nem találja el, 76 pontja van, 16-ra leteszi magát. Na most! Megint lebrékelheti Suzuki. Ó, de még van megoldás, szerencséje, hogy nem sima egyes lett. És így már viszont nem. Elrotott a szektort is, ráadásul. Nem jönnek a triplái. Borzalmas kör volt. Na ez most egy olyan hiba, amit ritkán látni tőle. És bedobja az elsőre. Kicsit megnyugodott Richardson. Na most már lát, most már az látszik rajta, hogy koncentráltabb. Volt egy jó pár leg, amit lehetett látni, hogy iszonyatos indulatokkal játszott le. Százas. A japán zurkoló had.
Mit csinál most ezt? Meg? 64! Szerint megmentett valamit, igen, ebből azért. Igen. Nem jönnek a triplák most. 60-as. Szüksége lesz-e vajon Richardsonnak egy döntő legre? Hát így lehet, mert nem jön tripla nála sem. Az pont a csücsökben benne van. Százas. Következő körrel már kiszállóra mehet Suzuki. De ajajaj, most aztán beindítja a rakétát Richardson, 140. Teljesen azonos. Na nézzük, milyen kiszálló lesz, ha lesz persze. Így minden esély megvan rá. Dob még egyet. Dob! 140! 101-es kiszálló. Jön Richardson, mit válaszol rá? Jó, ő is megdobja. Gyönyörű! Gyönyörű, 102! Nagyon jó kis meccs lett ez. Az alatta van. 81-re kell az 57, vagy a 45. Nem tudom melyikre dob. Bedobja az 51, dupla 12! Bedobja! 102! 102 döntőleg! Elképesztő, ki gondolta volna hát ez? Hihetetlen. Na most ezt idegileg hogy tudja feldolgozni Richardson? 60-nal kezd! Három darab 100 pluszos kiszállója is van Suzukinak a meccsen. Oly, és most ez ő hiba. Is rosszul kezd. Nem, aztán egy triplát. Két tripla! 125, de nagy bajban van Richardson. Kell a tripla! És nem jön tripla! És ott van a dróton mindegyik, és úristen, milyen közel, és nincs benne egy sem. Fú, micsoda izgalmak! Oly, megint elmegy az ötösbe! És most nem tud korrigálni, ez nem biztos, hogy belefér Suzukinak hátsó pályáról! És nem jönnek a triplák Richardsonnak, nagyon na pici kell, most van. Már jön! Még egyet bedob, nem, hú, azt nagyon fölé vágta, 100! Fú, micsoda izgalmak! És megint Suzuki. Nagyon elvetemült fejjel ott a tripla húz! Megdobja az elsőt, az fölötte! Úgy tűnik, igen. 100 az meg alatta, 100. 2.31-nél tart. Most megint majd kíváncsi leszek, hogy elkezdte számolni, mert most nagyon fontos lenne neki. Ó, ötösbe megy. Ha az első nyila tripla, akkor le kell váltani a 19-esre, vagy burra, hogy legyen esélye. Most le kéne váltani. Nem jön nem tripla. Nem lesz jó, hogyha simákat dob. Ó, ez nagyon 55-öt dobott. Ez hihetetlen. Hát nem hiszem, másodszorra csinálja ezt 102.31-nél. Na nézzük, Richardson kihasználja-e. Ki bizony? 96-tal lemegy 100-ra. Extra kellene Suzukitól. Egyes dob. Jaj. Ez nagy hiba. A vége, pont a vége, nem fog sikerülni! És megint egy-egyes, micsoda 24 pont. Botrányos kör volt ez! Richardson! 6... Bedobja az első duplát! Azt nem dobja be! 152! Na hát, ha ezt megcsinálna, akkor itt fölrobbanna az Elipeli. Megvan a tripla húz! Ajj, az fölé egy picivel! Fúha! Most látok először egy kis... És bedobja, 36-ra marad! Na most! Gyönyörű! Hát Richardson sose volt ekkora nyomás szerintem. Három meccs nyíl, fölé dobja! Bedobja! Na most kíváncsi vagyok a reakcióra nagyon. Richardson nagyon sportszerűen megtapsolja, átölelik egymást, ez jó látni. Ez nagyon kemény meccs volt, és Richardson... Hát élete egyik legkeményebb feladatát oldotta meg. Az abszolút, ez teljesen egyértelmű. Valami egészen hihetetlen meccset játszottak, és Suzuki abszolút le a kalappal. Én azt gondolom, hogy bebizonyította, hogy nagyon jó döntést hozott a PDC ezzel a
női kvalifikációval. És nagyon sportszerű Richardson lakalappal előtte abszolút. Itt a végén. Pokoli érzés lehetett neki a színpadon. Megtapsolja Suzukit, közönség is megtapsolja. Hát ez emlékezetes egy mérkőzés volt, nagyon jó kis összecsapás, és akkor még hátra van egy sláger mérkőzés, egy második fordulós mérkőzés, a Michael Smith, a Woodhouse összecsapás ime, az előttünk álló mérkőzés. Szünet után folytatjuk.